Ez a bekötő út, mely a Szedvesi utca nevet viseli, és jelenleg jelentős részén nincs közvilágítás. A tolnai testület legutóbbi ülésen döntött a helyzet megváltoztatásáról. Itt az előzetes előkészítő munkálatok folynak, tehát most arról döntöttünk, hogy megterveztetjük. Korábban felmerült annak a lehetősége, hogy napelemes közvilágítási lámpatesteket helyeznénk ki, de a környező települések tapasztalatai alapján mégiscsak úgy gondoltuk, hogy nem az a megfelelő megoldás, tehát rákötjük a hálózatra, és ugyan ledes, modern kandeláberekről és lámpatestekről beszélünk. Nagyon sokan futnak, kerékpároznak, az ő biztonságuk érdekében is fontos cél az, hogy ott biztonságos közvilágítás legyen. A város anyagi helyzete megengedi, hogy az eddigiektől jelentősen megnövekedett forrásból támogassák a szociálisan rászorulókat, mondta a Pesszófer Ágnes. Ennek megfelelően duplájára emelkedtek a támogatási mértékek. Szinte kivétel nélkül minden támogatási forma duplájára nőtt, kivéve a tűzifát, mert az majdnem a négyszeresére, tehát eddig 12 ezer forint volt a tűzifa segély, amit utalványban adtunk ki, és ez most 40 ezer forint lesz. Tehát úgy lehet számolni, hogy azok, amik korábban 5000 forintos, negyedévente 5000 forintos támogatási összegek voltak, ezek a duplájára nőttek. Nagyon fontosnak tartotta a képviselőtestület, hogy valódi segítséget tudjunk nyújtani a rászorulóknak. Éppen ezért a jövedelemhatáron is módosítottunk, és alacsonyabb összegben határoztuk meg azt az összeget, aminél igénybe lehet venni a támogatásokat. Úgyhogy én remélem, hogy minél kevesebben fognak rászorulni, nem azért, hogy nekünk ne kerüljön pénzbe, hanem hiszen a cél az, hogy az emberek ne segélyből, támogatásból, hanem munkából éljenek meg. De mi biztosítani fogjuk továbbra is, még az elmúlt évekhez képest, mondom, egy még egyszer akkora összeggel a rászorultak támogatását. A testület döntött a sportegyesületek és kulturális csoportok idei évi támogatásáról is. A tavalyi esztendőben a Covid miatt csak a megítélt források felét fizette ki az önkormányzat, idénre a terv az, hogy minden egyesület a korábban megszokott mértékben számíthasson a város segítségére. 800 ezer forint lesz a gyermek- és tömegsportpályázat, és 10 millió 200 ezer forint a kiemelt sportegyesületek támogatása. Itt azért meg kell jegyeznem azt, hogy a kiemelt sportegyesületek mind-mind nagyon olcsón tudják bérelni a város sportlétesítményeit, tehát ez is egy óriási támogatás a részükre. Én azt gondolom, hogy ezek az egyesületeknek a működése nagyon fontos, és remélem, hogy az ilyen módon való támogatás segíti az ő további szakmai színvonalukat, illetve a jó működésüket is. A város a közművelődési pályázat kiírásáról is döntött, és az elmúlt évekhez képest megemelte 50%-kal a keretösszeget. Ez azt jelenti, hogy eddig 2 millió forint volt a pályázható összeg, amire tolnai civil egyesületek pályázhattak. Ezt most felemeltük 3 millió forintra. A Pesszófer Ágnes arról is beszámolt, hogy Tolnán is gyűjtési akcióba kezdtek az ukrán háború menekültjei számára. A városban működő karitatív szervezetek összefogásával szervezik a gyűjtést, és a segélyszállítmányt elsősorban a Magyarországra menekülők megsegítésére szánják. Olyan élelmiszereket várunk, amiket rögtön lehet fogyasztani, tehát akár tartós kenyeret, gyümölcsleveket, ásványvizet, kis kiszerelésűt, tisztítószereket, tisztálkodószereket, pelenkát, egészségügyi csomagokat, tehát olyan konzerveket, olyan, amit rögtön segíteni, vagy amivel rögtön segíteni tudunk, hiszen nincs mód ott arra a főzésre, és nincs mód arra, hogy ott ételt készítsenek. Most ilyen adományokra van szükség, ruhákat most egyelőre nem gyűjtünk, ellenben takarókat, párnákat, plédeket, matracokat, igen, tehát a közösségi médiában fogjuk folyamatosan megjelentetni azt, hogy milyen adományokat gyűjtünk, hiszen ez is változhat. Tehát lehet, hogy most éppen ilyen segítségre van szükség, de egy hét múlva már másfajta segítségre lesz szükség. A gyűjtőpontokról, melyekből a tervek szerint többet is kialakítanak, az igényeknek megfelelően Tolnaváros közösségi média felületein keresztül érdeklődhetnek a segíteni akarók, mint ahogy arról is, mikor, mi kerüljön a csomagba.
A gyűjtés megszervezésében a gimnázium tanulói és a civil szervezetek segítségére sietnek. Az összegyűlt adományok elszállításáról a Caritas gondoskodik.